Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galériában. Én Garami Gréta művészettörténész vagyok, a galéria SMS szerint igazgató helyettese. A Deák 17 galériának az alapvető koncepciója az, hogy behívjuk, bevonzuk a fiatalokat, a diákokat a kiállított terekbe, tulajdonképpen a kortárs képzőművészeti szférába. Az a missziónk, hogy ne csak megismertessük, hanem megszerettessük a kortárs képzőművészetet a gyerekekkel, a fiatalokkal, a diák korosztállyal. Ugyanakkor ez a mai kiállítás egy olyan közeget érint inkább, ami a gyermekvilág, a mi célcsoportunk mögött áll. Hiszen ahogy látjátok, ennek a kiállításnak a középpontjában a nőiség is áll, a női feladatok, női munkák köszönnek vissza az alkotásokból. Sok esetben az anyai feladatokat állítja szó szerint és szimbolikusan is piedesztára egy-egy alkotás. Szeretném köszönteni a művészeket, akik itt sorakoznak a hátam mögött. Többek között a ma estén láthatjuk az alkotását, a munkáját Bencúr Emesének, Silf Máriának, Imre Mariannak, Kusnyár Evelinnek, Lőrinc Lili Hannának, Makovec Annának, Metzing Eszternek, Molnár Judit Lillának, Pitman Zsófinak, Richter Sárának, Rucek Zsófiának, Szabó Eszter Ágnesnek, Szirmai Zsanetnek, Tóth Márton Emilnek és Víg Krisztiának. Szeretném mellettük köszönteni Frazon Zsófia etnográfust, és fel is kérném őt, hogy tartsa meg szakmai megnyitó beszédét. Kicsit furi, hogy a hátam mögött vagytok, de majd arra gondolok. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és megírtam a szöveget, amit most fel fogok olvasni. Lehet hallani? A tű a toll, a cérna a tinta. Amikor kimondjuk a szót, hogy hímzés, legtöbben egy virágra gondolunk, színes szirmokkal, kacskaringós indákkal, levéllel, olyan formára, amelyre azt mondjuk szép. Amikor kimondjuk a szót, hogy hímzés, leginkább boldog nőket képzelünk hozzá, akik mosolygó arccal ülnek a napsütésben, vagy egy világos lakás ablakában, és kestelésből szép dolgokat hímeznek. Amikor kimondjuk a szót, hogy hímzés, akkor kevésbé munkára, inkább szabadidőre gondolunk, időtöltésre, kestelésre, mert a boldog mosolygós nők nyilvánvalóan kestelésből hímeznek szép dolgokat világos terekben. Ez szerint a logika szerint működik az idealizálás. Léteznek a fejünkben fogalmak és képek, amelyeket összekapcsolunk, mert így hallottuk, így tanultuk, ezt láttuk valahol. Az idealizált képeket pedig a saját mindennapi tapasztalataink sem képesek érdemben felülírni. Sok munkával azonban lehetséges ez. A kiállításban látható hímzés és öltés alapú művek alkotói nagyon határozott kézzel dolgoznak azon, hogy a hímzésről a fejünkben kialakult idealizált kép megváltozzon. És hogy egyre beljebb engedjük magunkat ebbe a szereplőkkel, fogalmakkal, anyagokkal és technikákkal feltöltött világba, egyre csak erősödik bennünk az érzés, hogy a tű a toll, a cérna pedig a tinta. És amit mindenből kiolvashatunk, az nagyon messze áll egy virágszirmos álomvilágtól. Engem gyerekként az iskolában tanítottak hímezni, gyakorlati órán. Egyáltalán nem vonzott az elfoglaltság és az a vizuális világ sem, amelyet ezzel a praxissal kellett felépíteni. Egészen biztos, hogy nem voltam egyedül ezzel a tapasztalattal. Amíg a lányok hímeztek, a fiúk repülőgép modellt építettek,
amit kipróbálhattak az udvaron. Igazságtalannak tartottam ezt a munka és élmény megosztást. Szerettem volna fiú lenni. Felnőtt koromra sem szerettem meg a hímzést, viszont néprajzzal foglalkozó társam tudósként ma már tudom, hogy a szép és díszített tárgyak mögött valóságos világok egyáltalán nem olyan idilliek, mint ahogy erre gondolunk. A díszítés, a szépség, esztétikai kategóriák, de nem pusztán. Lehet például presztízs és társadalmi státusz kifejezője, a mesterségbeli tudás és az egyéni alkotói ambíció színrevitelének eszköze. És határozottan azt gondolom, hogy a hagyományos paraszti kultúrában sem szeretett minden nő hímezni. De miért mesélem mindezt? Mert a mintázatok kiállításra összegyűjtött és egymásnak is kontextus teremtő művek olyan sűrű szövési történetmesélésre rántanak minket, ami közössége szervezi azokat, akik az ideális és szép világot szeretnének látni a munkák mögött, azokkal, akik a legradikálisabb társadalomkritika felől tekintenek rájuk. Én például tudom szépnek látni ezeket a tárgyakat, de kritikusnak, ironikusnak és akár drámainak, kegyetlennek és rémisztőnek is. A műfaji áthallások, a parafrázisok, melyeket a művészek alkalmaznak, evidensen emelik a hímzést és a hímzett tárgyak a leírt és elképzelt ideális világoktól nagyon távolra küldik. Rákérdeznek és rámutatnak élethelyzetekre, belinkvésnek és rögzítenek feledésre ítélt helyzeteket, vizuális nyelvre fordítanak érzelmeket és érzékeléseket. És ehhez tűt, cérnát, fonalat használnak. Az alkotók olyan történetmesélésű válnak, akik kezében a tű a toll, a cérna pedig a tinta. És bármit és bármire képesek meghímezni. Nincs számukra lehetetlen. Ahogy nézem és olvasom a történeteket, azon gondolkodom, hogy már gyerekkoromban is megszerethettem volna a hímzést. Ha megértettem volna, hogy a történetmesélésen és az elrendezésen kívül az alsó szál is fontos, de nem az alsó szál a legfontosabb. Akkoriban addig húztam az időt, hogy az iskolai tanóra végére sose fejezzem be a hímzési feladatot, hogy hazavihessem, ahol aztán a nagymamák nulláról indították újra a munkát, és létrehozták a tökéletes mesterművet. Bármennyire szerettem őket, a kész hímzés teljes szívemből utáltam. Ha ezekből ma meg lehetne akár csak egy is, akkor egy roppant izgalmas belső feszültség kifejezésére volna alkalmas. Hogy attól, mert valamit szépnek látunk, a háttértörténet még lehet drámai, és persze vicces is. Azt pedig sosem értettem, hogy a tanárnő miért nem látta a napnál világosabban, hogy a hímzésem egy hazugság történet. Talán nem volt bátorsága egy ideális világ határain túltekinteni. Ha a tű a toll, a cérna pedig a tinta, akkor egy dolgot még ne felejtsünk el. Olvasni az öltések között. Megtalálni a minták többszólamú történetét, és ha már kiállításon járunk, akkor az egyéni alkotások és motivációk mellett az összeolvasásnak is engedjünk teret. Hiszen a mintázatok kiállításban több trópus kerül egymás mellé. Láthatóvá teszi, hogy a művészetben a hímzés, mint kifejezési forma, az emlékezés, a szolidaritás, vagy akár a radikálisabb társadalomkritika megfogalmazására is alkalmas. Bármilyen műfajban is szólaljon meg, a fotográfiától a falvédőig. És bármire lehet fordítani. Textilre, papírra, kőre, gumicukorra, vagy akár hulladékra. És arra is van példa, hogy nincs semmi más, csak az öltés. A történet és a szereplők lesznek fontosak. Az alkotók, aki kezében a tű a toll, a cérna pedig a tinta. Olvassák a történeteket. Köszönöm a figyelmet. És gratulálok. Nagyon szépen köszönjük Frazon Zsófinak értékes szavait, és ezúton szeretném így hátrafelé megköszönni a művészeknek, hogy elhoztátok a munkáitokat, részt vettetek ezen a kiállításon, és hogy itt vagytok. És hát nem utolsó sorban a kurátort is azért hagyd nevezzük néven, Ványa Zsófia, a művészettörténész kolléganőm, ennek a kiállításnak a kurátora, aki most már több mint fél éve kutatja a témát, rendezi a kiállítást, szervezte a kiállítást, és hát egyáltalán ő a koncepció és az egész témának a megalkotója. Úgyhogy Zsófi, csak egy pillanatra kérlek szépen, hogy gyere. És egy kis szimbolikus ajándékkal megköszönjük. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Nagyon szép estét kívánok. Köszönöm szépen a fenntartó részéről is a jelenlétet és a támogatást, és jó beszélgetést kívánok. Nagyon meleg van. Egyik oldalon és a másik oldalon ott hátul találtok innivalót és egy kis harapnivalót. Szép estét, szervusztok! Köszönöm.